indultam tavaly évvégén egy televízióban hirdetett fotópályázaton, aminek az volt a címe, hogy az én Erzsébet városom. És egy hirtelen jött reggeli ötlet során, vettem filmet, gyorsan leszaladtam, és gyönyörűen sütött a nap, és a Király utca 25 szám alatti kapuajat lefényképeztem. Régóta terveztem, és jött ez az apropó, hogy hát egy fotópályázat. Kiállították a képemet. Ez egy érzelmi szál, ami az Erzsébet városhoz köt, de azon túl a belvárosnak a közelsége, ami nem is hóbortból vonz, nyilván szeretem én is a szép kirakatokat, a jövésmenést, ám így dolgozom a belvárosban. És egy vendéglátó helyett egy kis japán sushizót vezetek. ...1985-ben költöztem ebbe a házba. Azelőtt Újpalotán laktam több mint 10 évet, és eredetileg pedig Budán születtem. A ház akkor is elhanyagolt volt, de 20 év alatt ez azért nem is lineárisan romlott, hanem sajnos rohamosan. Nagyon szép ornamentikával rendelkezett. Ennek a romjait látjuk, sajnos már galambok fészkelték be magukat a stukkok mögé. Azt a házat viszont akkoriban újították föl, amikor én ide költöztem, talán akkor törölték le a kilincsről a festéket. És ott van kaputelefon, ott van, végül is az egy nagyon tiszta, rendezett házzá sikerült, hogy alakuljon. Mindig irigykedve néztük őket, hogy bezzeg a Holló utca 11, ilyen pekhessek legyünk. A környékről még annyit hagy mondjak, hogy ez engem mindig meghatott, ez a tudat, amikor eszembe jutott nyilván, hogy itt több mint 2 milliós világváros közepén, tulajdonképpen a belvárosnak mondható részén, de a Madács tér a Deák tértől 2 mellékutcával beljebb van csak, hogy ha kijöttem a kapun, akkor bármelyik a Szélrózsa 4 irányába, bárhova indultam, gyalog, központi helyen találtam magam. Hogyha balra kimentem, akkor végül is a Síp utcán keresztül a Rákóczi úton találtam magam. Ha jobbra, akkor ha kétszer jobbra megyek, akkor a körúton vagyok már. Hogyha kimegyek, itt az Andrássy út, és a végére hagytam a Madács teret. És egy csendes környék, egy most is hallani a madarakat csiripelni, hajnalban erre ébredtünk, nem autózörgésre. De az én ablakom nem is az utcára nézett, hanem egy belső nagy tér felé, a Kazinczy utca felé. Ott ráadásul az Állami Balettintézetnek a próbaterme is található, és onnan gyakorta hallottam mindenféle próbákat, zongorára, népi zenekarra. És ez azért is csiklandozta a zenei hónaljamat, mert az akkori KISZ központi művészegyüttesnél dolgoztam szervezőként, művészeti szervező vezetőként. Ez a gyönyörű, ám most már az építkezés miatt egy kicsit meg is csonkított fűszfa. Ez mindig, amikor nyáron délután jöttem haza, akár a Dob utca felől, akár a Király utca felől, valahogy a nap mindig úgy tűzött át rajta, hogy enyhítette a szívünkben ezt a fájdalmat, hogy ez a ház mennyire csúnya már. Az, hogyha egy politikai, egy városvezető hatalom nem költ az állam megóvásra, és hagyja ezeket az értékeket lepusztulni, azok óhatatlan, szerintem logikailag egyszer csak átkerülnek egy olyan holtponton túlra, ahol már nem érdemes, nagyon sokba kerül helyreállítani. Nézzétek meg ezt a házat, hogy itt is felfedezhető, mint minden régi ház, precíz, szívvel, lélekkel tervezett, mérnöki, emberi munka. És akkor az embernek a szemébe könyvszökik, hogy ennyire lepusztul, hogy életveszélyessé válik, hogy alpinisták kellett, hogy drága pénzért
fölmenjenek, és kötélen lógva, ereszkedve kapirgálták, ütögették a vakolatot, hogy ne essen senki fejére. Azt, hogy ezt a házat le fogják egyszer bontani, már akkor tudtuk, amikor ide költöztünk. Körülbelül 2 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor kezdett komolyabbra fordulni a dolog. És én akkor még nem mélyedtem bele ezekbe a történetekbe, hogy hány forint, meg hogy hol, meg hogyan. De azt éreztem, hogy ez nem túl sok, sőt, igen kevés, amit az önkormányzat nekünk kártérítésként fizetne. Elosztottam, hogy hány négyzetméter, hány millió forint, és kijött nekem egy nagyon nem elegáns tört szám. És akkor gondoltam, hogy hát humornak se rossz, de hát könnyebb számolni. Legyen kerek összeg, ha 31 négyzetméter és 200 ezer forint, akkor az 6 millió 200 ezer forint. És amikor ezt én beterjesztettem, hogy ennyit hajlandó vagyok aláírni, és pár hét múlva a testület ezt az összeget el is fogadta, hogy ennyit fizetnek nekem, akkor estem gondolkodóba, hogy ez nagyon könnyen rábólintottak, akkor ez még mindig nem életszerű ez az összeg, és akkor elmentem az ügyvédemhez, hogy júj, segítsél, mert lehet, hogy itt valami nem jó, amit én csinálok, és akkor ő fölvilágosított engem, hogy itt nem az a tárgyalási alap, nem abból kell kiindulni, hogy ez a lakás vagy az a lakás jelenleg a forgalmi értéke körülbelül mennyi. Hanem az a kérdés, hogy mennyi az a pénz, amennyire én egy hasonló lakást most tudok venni magamnak. És hát ez az összeg bizony erre nem bizonyult elegendőnek. Én ezt mondtam is az önkormányzatban a lakásügyintéző hölgynek, hogy Magdika, lehet, hogy én aláírnám. De értse meg! Ügyvédem megtiltotta. Ennyi pénzért, kemény úr, nem kap lakást. Hova menjek? Híd alá? Ön azt mondja, hogy írjam alá. Rosszat akar nekem? Az, hogy nekünk innen el kell menni. Én lelkileg egyet is érthetek azzal, hogy egy várost meg kell újítani. Annak idején, amikor ezeket a házakat építették, gyanítom, hogy ennek a helyén is lehetett valami, egy kaiba, vagy egy kisebb viskó, vagy egy nagyobb ház. Ez egy staféta volt, különböző érdekek szövevénye, amit én nem is látok át, lehet, hogy nem is kell, hogy átlássam, lehet, hogy nem is érdekel. Engem az érdekel, hogy 52 éves fejjel ne menjek, ha lehet, ne menjek egy méltatlanabb szituációba. Itt bérelt műtelmet a Makovec Benjamin grafikus művész, aki hát gondolom a nevéből is kitalálható, Makovec Imre építészművésznek a fia. Nagyon sok kellemes percet töltöttünk el, mutatta az újabb műveit. Akkor ez a csendes ház egy valóságos idilli szigetnek bizonyult főváros közepén. És itt ér össze a Kazinczy utca 50-nel, a Holló 11 itt ér véget, itt kezdődik a Kazinczy 50. Ez a két ház van egy telken, és itt a befektető részéről, meg a tervek szerint egy közterület lesz. Magyarul egy sétáló utca fölött vagyunk most.
világgal!